Magyarországon 26 ezer hektáros összterületű magyarországi túlgazdaságokban idén komoly gondot okozott a 121 éve nem látott óriási aszály, amely legsúlyosabban a Dunántúli völgyzárógátas halastavakat érintette. Több száz hektárnyi tófelület kiszáradt, illetve több ezer hektáron csak a felét tudták biztosítani az üzemi vízszínnek. Egy olyan 25-26%-os áremelkedés volt. De ugye ezt az ágazatot is befolyásolta az aszály, különösen a Dunántúli tógazdaságokat, de mint korábban említettem, az ügyvezető igazgatónk úgy tájékoztatott, hogy a folyamatos hal ellátást tudja biztosítani Tiszasüly, hiszen ennek az üzletnek Tiszasüly a termelői háttere, de nem csak az saját üzletének a halellátására hivatkozott, hanem az ország halellátása is biztosított, ezt a tájékoztatást kaptam tőle. A sekély vizekben könnyen prédává vált halállományt kormoránok, gémek, kócsagok, sirályok pusztították. Térségünkben körtöltéses tavakban folyik a termelés, szerencsésebb a helyzet, mert bár jelentős villamos energia felhasználással, de ezeket a tógazdaságokat el tudták látni vízzel. A költségek emelkedése miatt karácsonykor akár 1800-2000 forintba is kerülhet egy kiló ponty. A roham még nem indult meg, de már egyre többen vásárolják karácsonyra is a halat tőlünk. A mai nap folyamán is, tegnapi nap is volt olyan vásárlóm, aki például Hevesre vitte innen a karácsonyi halat, vagy Gyöngyösre a múlt héten, tehát azért egyre többen vásárolnak már az ünnepekre is. Míg a korábbi években a magyar haltermelés 18-22%-át exportálták, idén várhatóan ez az arány 10% alá csökken, a hazai ellátás zavartalanságáért pedig megjegyezték, keresett a jó minőségű magyar hal a környező országokban. Karácsonyra legtöbbet ponyból vásárolnak a vevőink. Élő formában 1900 forint kilója, a ponyszeletnek 2790 forint kilója, a ponyfejfaroknak 480 forint kilója, és a ponyfilének 3240 forint kilója. Illetve van ugye a ponty belsőség, ami szintén keresett kurencik ilyenkor, annak is 2790 forint kilója, hasonlóképpen a ponyhal szelet árához. Idén 800 ezer fölé emelkedett a regisztrált horgászok létszáma Magyarországon. A természetes vizek nagy részét, több mint 60 ezer hektárt a MOHOZ kezeli, ahová több mint 5 milliárd forintból mintegy 4800 tonna halat telepítettek. Az elkövetkező időszak feladatának nevezték a szolgáltatások színvonalának megtartását, benne a haltelepítésekkel és a több mint 1000 fős halőri létszám ellátását megfelelő eszközökkel.